Ez itt a Mellékhatások nélkül magazin. Nagyon szép napot kívánok nektek. Nem vagyok egyedül, hál' Istennek Évi megint itt van, Rácz Évit ismét szeretném Igen. nektek bemutatni, természetgyógyász, gyógynövény szakértő. Én pedig hát örömmel ülök itt melletted, mint ugye rádiós műsorvezető, és megtisztelve érzem magam, hogy megkerestél tényleg azzal, hogy legyünk itt milyen beszélgető társak, úgyhogy én is köszöntök mindenkit, én Zentai Edit vagyok. Évi, képzeld el, hogy érkeztek levelek hozzád. De jó, ugye? Hát ezzel most nyilván nem lepődik Évi meg, hiszen ő ezeket szépen nekem kinyomtatván a kezembe adta, mert várjuk is az interaktivitást. Tehát tényleg az a lényeg ennek a kis műsornak, hogy arról beszéljünk, ami benneteket érdekel, azt pedig csak úgy tudjuk meg, hogyha érkeznek az e-mailek. Írtak nekünk, úgyhogy én ezt most Évi elolvasom. Jó. Képzeld, az első levél egy Budapesten élő családtól érkezett, akinek két tagja idegrendszeri panaszokra, hát több éven keresztül panaszkodás, illetve antidepresszáns szedés után talált meg téged, és kereste meg Évit. Segítségért fordultak, és a CBD olajjal szeretnének gyógyulni. Az olaj használata, ezt írják, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeiket. Mert hogy megoldódtak az alvási nehézségeik, a fáradékonyság hullámzó kedély állapotuk rendeződött. Nagyon hálásak, nyilván is köszönetüket fejezik ki, hogy amit te segítségül nyújtottál, az úgy tűnik, hogy ez a bizonyos kender olaj áldásos hatása miatt. Tehát jó ilyeneket olvasni. Igen. Mit szólsz ehhez? Tehát itt úgy látszik, hogy miután antidepresszánsokat szedtek, akkor biztosan, hogy idegrendszeri probléma volt az, ami kiváltotta a Egyre többen Kérdés. Fordulnak egyébként Igen. hozzánk, és a CBD olaj használatához ilyen jellegű problémák miatt. Tehát általában, és egyébként a CBD-nek is a legjobb hatása, vagy lehet így fogalmazni, vagy a legelső hatása inkább, amiben megmutatkozik az, hogy sokkal kiegyensúlyozottabbak lesznek, nyugodtabbak, nehezebben veszik fel a stresszt, vagy jobban veszik fel, tehát jobban pihennek, végigalusszák az éjszakát, és nem meglepő tényleg, hogy elhagyják a nyugtatókat, vagy az altatókat. Ja, igen. Tehát ő ezzel nincs egyedül, mert egyre több ilyen visszajelzés. Nyilván ezt mindig elmondjuk, ugye, hogy nem orvosi szemmel, vagy gyógyszereket ajánlasz, de szerintem azzal nagyon sokan egyetérthetünk, hogy ezek a nyugtatók, ezekről tudjuk nagyon jól, hogy át tud esni a ló másik oldalára vele az ember is. Ha már csak ezért Nyilván, nem meg érdemes. Ott igen, meg a nyugtatókhoz hozzá lehet szokni, függőséget okoz. A kannabiszolaj, a THC-mentes pedig abszolút, tehát nincs hozzá szokás veszélye. Tehát bármikor le lehet tenni. Nem lehet túladagolni, így van. Tehát alapvetően nincs mellékhatása, van, amire figyelni kell a szedésével kapcsolatban, de majd ezt később megbeszéljük. Megbeszéljük, mert hogy lesz még téma mindig ugye a CBD olajról. Mondhatom a másik levelet? Igen, kíváncsi vagyok. Na hát nagyon nagy segítség volt az írónk számára, és most nem fogok azért neveket mondani. Nyilván egy 10%-os kannabisz olajat szed a kedves néző, nagyon súlyos kopásos problémával küszködött évek óta, ami azt jelenti, hogy nagy fájdalmak a térden, a forgókon, sokszor már alig tud még a lakásban is mozogni. Hát ez egy nagyon rossz dolog, úgyhogy nagyon örül, hogy gyakorlatilag kipróbálván bejött a kannabisz olaj. Reggelente a hölgy írja, hogy két cseppet cseppent a nyelve alá, és ennek másnap reggeli van hatása. Nem kell tűrnöm a fájdalomnak, könnyebben ellátom magam napközben, és remekül kipihenem magam reggelre. Nehezen tudom kispórolni, ahogy ő fogalmaz, mert elég drága, de mivel semmi más nem segített eddig a jövőben is, biztos, hogy meg fogja venni, mert az egészsége ne spóroljon senki, ugye ez már többször elhangzott itt nálunk. No, Évi, mit szólsz ehhez? Hát igen, van, aki meg szokta jegyezni nekem is, hogy ez nem a legolcsóbb táplálékkiegészítő közé tartozik, de hogyha más nem segít, akkor tényleg ehhez érdemesebb nyúlni. Én magam személy szerint, tehát én sosem szedek be fájdalomcsillapítót, tehát én nagyon gyógyszerellenes vagyok, bár van, amikor szükség van rá, mert azért van szükség, tehát bizonyos esetekben akár még fájdalomcsillapításra is, de ez egy nagyon biztonságos módja annak, hogy kezeljük a fájdalmat. Tehát akár egy menstruációs görcsnél is, vagy egy migrénes fejfájásnál, tehát inkább először érdemes, én azt mondom, CBD-olajat szedni, és utána, hogyha valaki még azt mondja, hogy
hogy ő még szeretne drasztikusabb fájdalomcsillapítókhoz nyúlni, ám akkor legyen, ott a lehetőség, így van, igen. Így van, de nagyon jók a tapasztalatok. Igen, meg nekem nagyon szimpatikus a másik levélnél is ez, hogy kipiheni magát, tehát ezt nagyon jól tudjuk, ha nem tudunk aludni, vagy az ember frusztrált, az teljesen rápecsételi a másnapjára a hangulatot. Hát nyilván, igen, meg a gyógyulás feltétele, hát a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás is, tehát nem mindegy, hogy ezért végig alusszuk az éjszakát, kipihenten, mély alvással, tehát ez is egy nagyon lényeges. Amit kevesen tudnak, hogy altatókkal igazából nincs mély alvás. Tehát az altatók egy felszíni alvást biztosítanak. Tehát ez egy csalóka érzés. Igen, ez egy csalóka érzés, azt hiszük, hogy alszunk az altatókkal. Egy felszínen, így van. De a gyógyuláshoz, és nem csak a gyógyuláshoz, hanem a regenerációhoz, tehát nekünk mély alvásra van szükségünk. És az altatók pont ezt akadályozzák meg. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, ez egy ördögi kör tulajdonképpen, főleg, hogyha hozzá is szoknak az altatóhoz. Mert egy idő után már azért lesz álmos, mert alapvetően nem is tud pihenni igazából, úgy tűnik, hogy alszik, de nem tud pihenni. És ezért jó a CBD, hogy ez tulajdonképpen egy mély alvásos állapotba tud vinni minket. Tehát, és akkor tudunk regenerálódni, megújulni, felfrissülni, gyógyulni. Jó. Tehát ez azért jó. No, itt is van egy újabb kis levél. Aki már régóta használja a termékeket, ízületi gyulladásra, azt mondja, hogy szeptemberben rendelte meg, 5%-os CBD olajról van itt most szó, és jók a visszajelzések. 3-4 nap elteltével szinte tünetmentesek a napjaim. Napi 2-4 cseppet használok, és egész nap nem fájnak az ízületeim. Pedig fizikai munkát végzek, és így most már jobbak a napjaim. Köszönettel! Hát igen, megint csak ugye a fájdalomcsillapítás területén nagyon jó tud lenni a CBD olaj. Meg nyilván gyulladás csökkentő hatással is bír, ugye írta, hogy az ízületi gyulladásai is csökkentek, tehát valószínű. Nagyon erős antioxidáns a CBD. Tehát tulajdonképpen maga a kender növény is azért tud egészséges maradni, mert benne van a CBD, és a CBD az, ami megóvja őt a napnak a káros sugárzásától, meg valamint a különböző környezeti hatásoktól. Tehát ez tartja úgy alapvetően egészségesen is életben a kender. Tehát itt is a rendszeresség nagyon fontos, ez hogy megvan ez a napi 2-4 csepp, és ez folyamatosan szedi. Van még egy levél, ez elég hosszú, no de nem baj, vágjunk bele. December elején rendeltem meg az első itt 10%-os CBD terméket, mivel már ismerte a sajnos a betegsége miatt, amit itt le is írt, hogy végbél daganat. A kanabiszolajról van szó, amit hónapok óta használ, igaz, hogy egy másik cég termékét, teljesen mindegy, mi beszélünk a CBD olajról. Mivel ugye tájékozott, hogy engedélyezett 0,1%-os THC, így sokkal erősebb és hatékonyabb, ami a daganatot illeti. Értelmezzük ezt, hogy... Igen, hogy tájékozódott, mert vannak olyan CBD olajok a forgalomban a piacon, amelyekben abszolút nincs THC tartalom, tehát 0,0 tulajdonképpen. Így ezt van. Honnan tudja valaki rá, ez kötelező komolyan? Ráírni. Komolyan? Tehát nincs csomákolás, itt rá kell írni, mert különben nem megy forgalomba a termék. Nyilván, fontos. Tehát fel kell tüntetni, hogy mennyi a THC tartalom. Van ilyen is, hogy 0,0. Tehát általában ezek CBD izolátumok, de ezekben semmilyen más hatóanyag nincs, csak maga a CBD. Mert csak úgy tudják elérni, hogy abszolút ne legyen semennyi, tehát egy icipici THC sem, hogy izolálják a CBD-t a kenderből, viszont tehát nem ez a megfelelő formátum, ami igazából használ. Tehát az a jó, amikor full spektrum egy készítmény, benne van a CBD, benne van minden más a terpének, benne vannak bioflavonoidok, benne vannak a különböző bioaktív anyagok, és még van benne egy nagyon pici THC is. Igaz, hogy elenyésző, tehát ez sokszor 0,1% alatt van, vagy tényleg nagyon-nagyon piciben, de ez a nagyon pici THC kell ahhoz, hogy a szinergiába tudjon működni. Tehát maga az a kis pirinyó kis mennyiség is, tehát megvan a szerepe az olajban. És gondolom a vásárló, tehát pont ezt... Igen, és írja is, hogy nem sok gondolkodás után tért rá erre a termékre, és havonta 2 üveggel szokott rendelni. Ő, ha jól látom, napi 2-7 és 8
cseppet használ. Nagyon jók a visszajelzések. A kemoterápia által okozott mellékhatásokat nagyon jól viseli a kemó napján a kedves hölgy. Kórházba sokan úgymond, vagy sokan a csodámra járnak, hogy a betegség és a kemoterápia sem gyengített le. Január végén volt egy CT vizsgálatom, és örömömre nagyon jók az eredmények. A nagyobb rákos sejtek körül vannak határolva, egy góc burok határolja körül, illetve begócosodott. Hál' Istennek én nem vagyok teljesen képbe itt ezekkel a dolgokkal, úgyhogy azért is olvasom egy kicsit ilyen nyögvenyelősen, mert szerencsésebbek közé tartozom, hogy nem kellett szembesülni még ilyen problémával. A kisebb rákos sejtjek pedig, hál' Istennek, eltűntek. Nagyon jól érzem magam, tele vagyok energiával. Hát ezeket jót olvas. Jó irányba alakult az állapot. Mm-hmm. Így van, tehát elindult egy gyógyulás folyamatán. Nyilván azért, tehát majd azért válaszolunk a kedves hölgynek, hogy így van, tehát hogy így tovább, és még azért az életmódot és a különböző tanácsokat azért meg kell még fogadnia, hogy egy teljes gyógyulás bekövetkezhessen. Tehát igen, nagyon sok kutatás van erre, vannak állatkísérletek is, de vannak feljegyzések humán kísérlete, vagy humán megfigyelésekről, hogy kemoterápia alatt adták a CBD olajat, akár az egereknek, vagy embereknek is, és megfigyelték, hogy azok, akik kapták a CBD olaját, tehát alapvetően nem voltak mellékhatásai a kemoterápiának. Tehát jobban viselték, nem volt hányinger hányás, vagy akár a vérkép minőségesen változott, úgy, mint aki nem kapott CBD olajat. Tehát ilyen mértékben befolyásolni tudja. Ezek nagyon jó visszajelzések, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy itt néhány levelet kiragadtunk, mert hát ugye kezdetlegesen dolgozunk mi is még, de jöhet még több kérdés Évihez. Jó, és én azt szeretném, vagy buzdítjuk arra a nézőket, akik érdeklődnek, hogy teljesen mindegy, hogy mivel találnak be téged, nyugodtan írjanak, mégpedig a mellékhatások nélkül magazin, kukac@gmail.com, meg fogjuk ezt jegyezni, no meg hát ugye ki is lesz ez majd írva. Igen, a videó alatt. A videó alatt megtaláljátok, hogy hol lehet minket, illetve Évit megtalálni. Évi, folytatjuk még a kannabiszról a beszélgetést, ugye, mert van igen. Még néhány kérdés, ami nyitott fülekre fog találni, feltételezem, úgyhogy várunk mindenkit vissza, és köszönjük a leveleket, köszönjük a figyelmet.